Tegnap milyen nap volt? Milyen nap volt? Tegnap bár, előtt. Hanyadika, mert ez a podcast lehet, hogy két év múlva. Augusztus 31-e volt tegnap előtt. Nem első. Nem, tegnap volt első. Igen. Tegnap előtt 31-e volt. Biztos. A Fröccster az, hogy Fröccskocsma? Fröccster az előtt hosszú, szürke, gatya, fehér, blúz. Mit kerestél ott, és miért nem hívtál meg? Körme volt, messziről láttam. Mi? A pirosnál láttam. Őt keresjük, ja, Barni. És miért nem ment? Ja, miért nem szálltál nem, csak ki, hagytad ott a kocsit, és mondtad, hogy szia, Barni. Hát mert lehet, hogy mögöttem a 300 autó kicsit ledudált. De neked tetszett egy csaj. Nem esünk túlzásokba. Csinos attraktív, volt. Dekoratív volt. Dekoratívat nem mondasz lányra. De. De, hogy dekoratív, de, nem attraktív. Dekoratív az nem egy izé, hogyha feldíszítesz. Nem, a dekoratív, egy... amikor, mit tudom. Amikor így. Kiteszi magát egy picit így. Egy kicsit dekoratív. Ilyen szerintem volt. De feldekorálja magát. Intro! Amikor... Szóval amikor meg tudod mutatni, vagy meg tudod mondani blúzon keresztül, hogy milyen kosaras melltartott volt. Az a dekoratív? Az nem az attraktív. Az attraktív. Nem, az attraktív, nem, az, a vonzó. Attraktív az a vonzó. Amikor hát elnézze valaki, és De a dekoratív az, hogy hogy öltözik fel? Az hát, is. Ki rakja, amíg az van az ábrának, hogy mennyire rakja ki a dolgot. Jól nézed ki. Na. Intro! Már volt. Ja? Akkor még egyszer. Vágjuk be, légy cím. Hogy vagytok, srácok? Én? Elképesztően meleg van itt. Nagyon meleg van. Nagyon rossz. Megy a légkondi? Megy, és azt hiszem még... Ja, nem, ablak nincs nyitva. Annyira jó. Azért, mert szárad itt a gletted, aztán az... Ja, igen. Új, tényleg, ez a bejöttem Barnihoz, és olyan büdös volt, azt hittem főzött megint valamit. Ma de... amúgy tényleg főztem. Nem, a Barninál az a rossz, hogy bejössz, és galamszar van az folyosón végén. Na várjál, a galamszarra kitérve, szerintetek, hogyha kin, ahol a lift feljön, igen, a negyedikre, ott a benne van a közös költségbe, hogy kitakarítanak, akkor itt kinn a gangon, fogalmazunk így, szerintetek a galamszart kinek kell eltakarítani? Mindig akinek a saját... Úgy vannak a pesti lakásoknak, nem bocsánat, mennyi, hogy a folyosók, a kinti folyosók, azok a házé, tehát nem a te tulajdonod. Okay. Ezért nem neked kell takarítani. Én pedig úgy tudom, hogy az saját portádat, a saját ajtód előtt, igen, neked kell tisztán. Jó, ez vidéken így az ajtó előtt oké, de az vegyük figyelembe, hogy nekem jobbra-balra nincsenek szomszédaim. Akkor az egész. Szóval, hogy az én ajtóm előtt nagyon szívesen kipucolok, de azért az egész gangot nem szeretném. Tényleg feltörölnéd a galamszart? Az ajtóm előtt fel. Az a baj. Akkor ezért nincsen feltörölve. Akkor miért léptem bele? Nem, az ajtó, hogyha látom, hogy retek, akkor fel. Hogyha miattad koszos, nálam ez volt ugye a felújításnál, hogyha miattad koszos, akkor neked kell ugye rendbe tenni ezt a folyosót. De nem én szarok oda. Hát ez az, nem te szarsz oda, tehát a galamboknak kéne feltakarítaniuk. De nagyon undorító. Amúgy miért nem takarítanak fel a galambok? Nem tudom. Dobja, tegyék ki WC-papírt neki. Volt itt ma a festő. Fun fact, utána egy fun fact. Volt itt ma a festő, azt mondta, hogy vannak olyan házak egyébként, ahol a galambokat még etetik is. Na, milyen kedvesek. Nagyon. Aztán oda szarják ugyanazt. De itt egyébként... És akkor ott igaz az, hogy oda szarik, honnan a kaját kapta. A hallgatóknak mondanám... Mennek a kamerák? Nem. Mennek. A hallgatóknak mondanám, hogy... Aztán Spotify-on magyarázom, hallgatóknak hogy mondanám, mennek a kamerák? A négyzetben egy oldala a négyzetnek van lefedve háló, láttátok? Elkapott egy... Van elkapott egy muslicát, ami valószínűleg kint a galambkaki bolyott ide. Hogyha négyzetet kerül. Vesztek, egy oldalon van fent ilyen háló felszere, hogy a galambok ne tudjanak felmászni. Kikerülik és direkt... A maradék háromba annyi van, hogyha este alszol, annyit hallasz, hogy... Nem. Fú, ne. Fun fact, tudtátok, hogy ugye minden állatnak megvan az értelme. Például a darazsakat megölnénk, az összes darazsat, hogy kihalnának, akkor az egész föld kihalna. Viszont a galamb az egyetlen olyan állat, ami ha eltűnne most a földről, semmi nem történik. Ez igaz. Helyes. Ez igaz. És még egy fun fact, mert már nagyon okos vagyok, miért rázzák így a fejüket? Vagy hogy rázzák, mit tudom én. Tehát miért? Úgy, igen. Mert ilyen digizenét hall. Én nem tudom. Azért, mert úgy mozog a gerincük, nem? Vagy nem tudom, tököm tudja. Jó van, Barni, te jössz. Na. Nem mondok, én nem tudom, de azt tudom, hogy 360 fokban látnak, vagy oldalt van a szemben. Azért mozgatnak, mert úgy látnak élesen, tehát úgy látnak, tehát hogy így ilyen össze-vissza látnak, hogyha nem mozognak, és azért kell így mozgatniuk a fejüket, mert akkor látnak. Manuál rendesen. Fókuszban vannak? Úgy tényleg körülbelül olyan, és így kell mozgatni, tök jó lehet. Ja. Na, egy podcastet utálom így végigcsinálunk. Annyi betegséget terjesznek egyébként, borzasztó. Én is utálom. Undorít. Békákat, halakat, kígyókat jobban. És ezért egyébként én kiírtam egyszer egy Insta story-ba, hogy nem szeretem a galambokat, és meglettem kövezve utána, persze, hogy miért nem szeretem a galambokat, én hülye állat utáló ember. Az összes állatot imádom, a galambokat nem. A skorpiót is szereted, amikor megmar? És meghalsz? Akkor nem. De hogyha nem mar meg, akkor nincs vele baj. De az anakondákat, az egyben lefal téged.
De oké, akkor nem, nyilván nem szeretem. De így kivágod, de így a hasát. Oké, de így most nincs vele bajom. Én tartok is otthon egy legalább nem szarja tele a gangot. Én viszem magam a mindenhova az anakondát. Nem láttuk még soha, nem olyan nagy akkor. Nem, bocs. De megvan oldva. Combom köré. De hagyjuk, jó. Akkor az ingalatban van. Mi lesz a mai téma? A mai téma az iskolakezdés. Tehát ahol te nem jártál. De tudjátok jól, hogy szeptember 1-én, az a durva, hogy most pontosan szeptember 1-én kezdődött a suli. Ez nagyon durva. Eddig mindig ilyen második, a harmadik, a most meg így, ahogy van. És így, ahogy van. Pifanyukám. Pifanyukám, és ahogy pifanyukám lett, úgy jött a szaridő is. De 1-én mindig volt évnyitó, nem? Nem. Nem. Tényleg. Nem. Hát például, hogyha szombatra esett, vagy péntekre, akkor a pénteket is megkap. Nem mindig. Nem. Pénteken már volt évnyitó, de akkor még nem volt tanítás, hanem igen, mondjuk de például szombatra esik, akkor hétfőn lesz, tehát hogy logikus. Előre szólok, én nagyon bele fogok menni itt az osztrák tanításba, hogy nálam hogy lesz. Nem tudok, mit oda jártam iskolába. Tisztázzuk le. Nem is baj, mert amúgy még esküszöm, engem is érdekel, egy 5 percig, utána kimegyek. Kb. Annyi lesz. Ott van egyébként, bekészítettem. Srácok, most kezdődött a suli. Kértünk egyébként titeket, nézőket, hallgatókat, hogy küldjetek ilyen vicces történeteket, azokat majd a végén be fogjuk olvasni a podcastbe, úgyhogy maradjatok itt a végéig, és addig meg osszátok. Nem, majd a közepén. Nem. Én a végére gondoltam. Az a közepén a reklámszünet után. Szerintem azért érdekes, a végét, akkor legyen a végén. Szerintem az érdekes, hogyha végén olvassuk be, mert addig elmondjuk, hogy mi hogy látjuk az egészet, és utána meg... Szóval nem befolyásolna most minket. Tehát tekerjetek 50 percet, hogyha csak az érdekel titeket, addig csak dumálom. Úgyis lesz az a srác, aki összeszedi. Az nagyon, nagyon jó fej. De most adtam neki moderátort. Jó, na, jó. Helyes, hogy megérdem. Hogy kell ilyet adni? Nem tudom, de nem is vagy, nem tudom. Nem. De. Én is moderátor vagyok. De nektek is adtam. Moderál, és mit tud csinálni azzal? Végre bannolni a chaton. Van értelme, hogy itt vagyok. Ír be valami rosszat, Harry, most kibannol. De komolyan, hány percén vagyunk, annyit itt maradok? Annyit itt marad. 8 perc. 8. Nem. Hát nem, mert most én tudom, miről beszélünk. Na, iskola kezdés. Barni, ne te kezd, mert a osztrák az hosszú lesz. Akartam kérdezni, hogy... Várjátok, te is ilyen összeszerintes úgy. Akkor én kezdem. Azért olasz lesz, hogyha kezd a magyar. Kezdjön. Hungary. Miss Hungary. Mit akartok tudni? Jó, első. Vicces sztori. Van ilyen. Emlékszel-e az első éves iskola kezdésedre? Tehát amikor betoltak téged óvi után a szülők, és ott hagytak a francba. Konkrétan arra nem emlékszem, viszont bármikor, amikor ilyen, elmentem kajakozni, és első alkalom, elmentem suliba első nap, elmentem bárhova, és az első alkalom ott, első nap volt, én mindig vissza kellett tartanom, hogy sírjak, soha nem sírtam sehol nyilvánosan, de vissza kellett tartanom, hogy úristen, ez az a nyomás, engem rajta mindig nagy nyomás volt. Én nem láttalak még sírni téged. Engem nem is fogsz, engem te senki. Te láttad? Nem. Sokat, nem sokat szoktam, de többet szoktam szerintem. De sírtál az elmúlt három évben? Az elmúlt 5 napban is. Tényleg? Biztos, a film alatt, vagy valami. Tényleg? Simán. Most a Lucifer alatt? Egy kicsit megkönnyedtem azt a részt is. Tényleg? Ja. De durva. A sírás... Én szerintem már láttam, hogy őt. Sírni biztos, hogy nem. Szerintem Vácon. Valamikor Vácon szerintem azt, volt. Azért mondom, hogy tudja, hogy nem, mert soha senkit nem sírtam. Még a barátnőim előtt se. Ez jó. Kijövöm, amikor elvesztettem a szügyességet oda. Nem. Anya, vissza akarom kapni. Így akartam. Na, amit én utálom az évnyitókat. Én nem szeretem az évnyitókat. Van az a fajta tanári brigád, aki ugyancsak nem szereti, és rövidre fogja az egészet. Szerintem ez a korrekt. Mert amikor 40 fokba, ünneplőbe, ott kell állni, 3-4 órát, vagy 1 órát, csomó mindig rosszul voltak. Tehát, hogy vannak azok a diákok, mindig tudtuk előre, hogy ki az, aki fixel rosszul lett, mindig vártuk, hogy mikor kell kikísérni, hogy mikor esik össze, majd akkor én is falfehér lettem, hogy na most akkor én is rosszul leszek, de szerencsére lekopogom, soha nem volt ilyen. Viszont az egyik véglet ez, hogy elhúzzák, ameddig csak tudják, a másik meg, hogy tényleg negyed óra alatt ledarálják, utána mindig be kellett menni az osztályterembe nekünk, az osztályfőnökkel egy pit volt, egy azt szerettem, azon kellemes volt, ha jó volt látni. Ilyen welcome back, meg ilyen. Volt welcome drink, tudod, hozott azért tanár. Második osztály mondta, hogy ez víz, igyátok meg, nevellek titeket. Kőműves aktimél. És akkor volt egy beszélgetés mindig, és akkor utána elköszöntünk, és másnap kezdődött a suli. Ez mindig ilyen kellemes volt. Nekem most is, hogy beszélek róla, nekem ez ilyen, amikor már besétáltunk az osztályterembe, és elkezdtünk beszélgetni a többiekkel, ki mit csinált, ez mindig ilyen, mondom, melegséget töltél a nekem szívem. Az jó az volt. Érdekes, hogy most, hogy ezt mondod, nekem van egy ilyen egyedi érzés ezzel kapcsolatban. Nekem is. Hogy egy ilyen, nem tudom most ezt elmagyarázni a hallgatóknak, egy ilyen, nem déjà vu, hanem egy ilyen,
Hát nem, egyedi érzés van az évnyitónak szerintem. Mit jelent az, hogy egyedi érzés? Hát, hogy nem tudom ezt most körbeírni neked, de nem tudod semmi máshoz hasonlítani. Pillangók vannak a gyomorodban, hogy beszélünk róla. Nem, hanem ez olyan, mint amikor... Na. Fú, mi ezt tudnám hasonlítani. Mit végig? De nagyon nehéz, ezt nem tudom elmagyarázni. Tényleg nem tudom elmagyarázni. Nem tudom ezt az érzést semmihez hasonlítani. Majd elmondom, mondjad. Szóval, ez volt alsó tagozatban, akkor felső tagozatban ott már kicsit lazábban vettük, akkor ott már tudtuk, hogy hova kell állni, hogy tudjunk végig dumálni, meg ne kelljen figyelni. Aztán volt, hogy ki is küldtek, már úgy kiküldtek, hogy a helyszínről elküldtek valami terembe. Hát középiskolában meg már az volt a másik véget, amikor jaj, hát olyan rosszul érzem magam, hogy nem tudok elmenni ma az évnyitóra. Vagy tényleg ott is elmentünk, de hát sulin kívül ott végigálltuk. Abban úgy, van hogy... baj, ha nem mész az évnyitóra? Szerintem úgy, hogy hiányzás. Nem, nekünk nem olyan hiányzás, hát kötelező, de már, mert egyik felső, mert mi az középsuliban már nem is öltöztem be, tehát ezért nem vettem fel öltönyt, mert szerintem ez egy, az évzáróra igen, mert az jó volt. De hogy is. Tudod, végig a sulinak, az jó érzés. Na mindegy, szóval, hogy nekem az évnyitó, amikor duma van, meg amikor megy ez a kötelező duma, az nekem nem az, hogy negatív. Amikor tudod, ez az igazgató is. És a napon. Egy kicsit gyerekek, az egyik füledembe. Egy újabb tanév veszi kezdetét. Kell egy 15 perc, de nem egy óra, meg másfél óra, meg amikor a rossz idő van kint, tornateremben benn van 500 gyerek, levegőt se kapsz, egészségtelen is, elhúzzák. Ezt nem szeretem, de amikor ilyen 15 perc is tényleg így kellemesen, de jó látni titeket újra, blablabla, ez tök jó. Volt ilyen is, volt olyan is nekem. Tehát ez a része, ez nyilván mindenkinek egy kicsit unalmas, de utána, amikor bemész az osztályterembe és az osztálytársa, az meg nagyon, nekem az nagyon pozitív. Mondjad, te Ábel, te... Akkor mondom. Te várjál, te alapból... Hány országnak az évnyitóját mondod el most? Igen, ne tényleg, hol kezdted? Kettőnek. Ja, csak? Általános iskola 1-től 4. osztályig Olaszországban. Aztán 5-től 8-dik, tehát ballagásig, illetve utána még egy fél év középiskola Magyarországon, és utána 9. és fél osztálytól egészen a 12-ig, tehát újra ballagásig, ott megint izé Olaszországban, de francia suliba. Jó, nagyon rossz lehet. Én ez ettől rettegtem, hogyha el kéne mennem egy közösség. El kéne mennem a suliból, és akkor mindig rettegtem. Én is attól nagyon féltem. Barátok megvannak. Mindjárt mondhatod tovább, de az, amikor egy új osztálytárs jön az osztályotokba, soha, nekem volt biztos nektek. Na, erre is, visszatérünk, erre visszatérünk. Nem tud a 4 vagy 5 év alatt, nem tudom melyik suli vagy, beilleszkedni úgy, mint a többiek. Ez jó téma, mindig erre visszatérünk. Mindig egy kakukk tojás. Ez jó téma, szerintem. Hogy volt-e ilyen nektek, mert nekünk szerintem is volt, nem, visszatérünk, de... Na, kezdem általános iskola Olaszországba. Úgy volt, hogy én oviba voltam már egyszer kint, hazaköltöztünk, és visszamentem általános iskolába úgy, hogy elfelejtettem olaszul. Énekeld már el a olasz himnuszt, amit... Nem. Vagy a franciát. Elfelejtettem olaszul, mire visszakerültem másodjára Olaszországba, tehát újra kellett tanulnom, de jó, úgy, hogy... Francia suliba jártál? Nem, ott még nem. Édesanyám, édesapám betolt engem első osztályba az olasz általános suliba. Annyira emlékszem, összekuporodtam a hátsó padon, és meg se szólaltam. De az a legjobb, az a legjobb. Tudom, csak meg se szólaltam. Nem az összekuporodás, hanem hogyha betolnak és csak olaszok közé. Tudom. Tehát fél évbe telt, elkezdtem beszélni úgy, ahogy van, mert visszajött azért valamennyire az, amit oviba tanultam, de így emlékszem, hogy szerintem fél évig semmi. És ott tudod, jöttek oda... Ez kínzásom. Jó, hát eléggé az volt, hogy vissza... Komolyan mondom, ilyen kisgyereknek. És akkor nagyon jó fej volt ott az ofő, tehát ott nem volt baj ezzel. Ja, ez oviba persze, volt. Azt se tudod, miket mondott róla. Mondta első osztályban már. Azt se tudod, miket mondott róla. Azt hittem oviba volt. Azt lehet, hogy mondta, jó fej volt az ofő, azt lehet, hogy mondta, hogy menjetek már olaszul, hülye hát... gyerekhez, azt valamit mondjatok már neki, volt kuporodni. Nem, hát édesanyám meg édesapám beszélt ott vele, hogy akkor biztos jó lesz, hogy itt hagyják majd. Ment a zsebbe a kis zöld hasú. Léci, a gyerekemet ne verjétek már meg, Léci. Na mindegy, és akkor jöttek oda beszélni hozzám, és ugye egy szót nem értettem. És akkor itt száfolnék rá arra, hogy akkor mindig különc leszel, nem voltam. Nem, de más, nem, az más. A különc nem tudja, hogy különc. Ja, de te viszont első... egyszerre kezdted a többiek. Jó, várjál, mindjárt mondom a tovább. Aztán jó, akkor beszélek picit a magyar évnyitókról. 5-től 8-ig általánosban voltam, énekzenei általánosban. Hova jártál? A Váci utca énekzenei általános iskolában, itt Budapesten. Tényleg, valamit. Erre kakasevető. Jó volt, megérte. Egyes. Kettes. Én ugyanez, amit mondtál te, Harry, hogy ilyen túl van nyomva. Igen. Túl van nyomva, rohadtul nem érdekel, és egyébként nekem az osztálytársaim sem érdekeltek. Tehát én úgy voltam, hogy Gáborra... Te kedves gyerek. Mi azért érdeklünk téged? Nem. De itt van kötelesség. Gáborral így el voltunk, mert ott már osztálytársak voltunk, 5-től. De vele se, tehát
ott is az elején ugye egyedül voltam. És akkor mondták, hogy akkor énekkarba álljunk be, szoprán, mezó, alt, vagy mi a tököm. Melyik voltál? Én nem tudtam, hogy mi ez a három cucc, én beálltam a szopránba. Azt mondják, te nem leszel jó, te menj át az altba, te ezért mély hangod van, mert már mutáltam akkor, és akkor mondom, jó, hát akkor én átmegyek. Ja, hogy ez már a mutált hang? Akkor is szakállad volt? Akkor még nem. Elsőben is. Olaszból hozta. Az oviban. És vörös, van benne egy kis vörös? Van. Nekem is van egyébként. Most amúgy nekem is a hosszú szakálszálaim. És igen, és akkor tökre nem érdekelt senki, és itt száfolnék rá arra, hogy ugye ők egy első osztálytól negyedikig együtt voltak már, és én bekerültem ötödikbe, és nagyon jól beintegrálódtam az osztályba. Az oké, okay. Nem, én sem azt mondom, hogy aki új tanuló, az nem tud beintegrálódni. Nekem, akik jöttek, mind beintegrálódott, de nekem mindvégig, akkor lehet velem van a baj, 4 évig, és ezt ne rossz értelembe vegyétek, szóval nem azt mondom, hogy nem volt a barátom, vagy hogy ne, hagyjátok, hogy beintegrálódjon, tök jó, hogyha van közösség. De én éreztem azt 4 éven keresztül, hogy valamiért 99%-ba beilleszkedett, de az az 1%, hogy ő újoncként egy második vagy harmadik osztályba bejött hozzánk, én azt nem tudtam félrerakni. Nálunk is volt egy ilyen, szóval soha előtte, nem tudod. Szóval, hogyha előtte azért 1 évig te együtt vagy 20 gyerekkel, az 365 napon keresztül azt a 365 napot nem tudja behozni. Minusz nyári szünet. Minusz nyári szünet, akkor 300 napon keresztül. Azt nem tudja... Az nem tudja behozni, szerintem. Nálunk is volt. De és ezt ne értsétek szerintem félre. Szerintem lehet. Nem. Ne értsétek félre, de ez most nem egy rossz értelembe értem, és szerintem te érted, hogy ezt én hogy értem. Én akarok mondani, hogy nálunk is volt egy ilyen. Csak hogy nehogy az ne, hogy én már meg lehet kövezni, hogy az ja, nem, nálunk is volt egy ilyen lány, és ő lány volt, és egyszerűen nem tudott beilleszkedni. Jó, ez amúgy emberfüggő is. Egyetlen egy barátnője lett, ő vele volt végig. Hát így a második évben jött be, és onnantól végig azzal az új barátnőjével, az egyetlen barátnőjével volt. De hogy senki nem kereste az ő társaságát se, és ő se kereste senkiét, és ő nem tudott beilleszkedni nálunk. Biztos, hogy valaki, hogyha jó társasági ember be tud, de nagyon nehéz lehet. Úgyhogy ha valaki ilyen helyzetben van, akkor le a kalappal kitartást, és legyen jó. Én mindig ilyen helyzetbe kerültem. Azáltal, hogy tényleg ennyit váltottam sulit, én nekem ez egy ilyen, tényleg ilyen félelemmé vált. Egyébként ez új tényleg... Új suliba menni? Nem új suliba, új társaságba belekerülni. Tehát én nem szeretek úgy elmenni egy buliba, nem szeretek úgy elmenni egy buliba, hogy nem ismerek ott senkit. Én nagyon nem, és nagyon-nagyon rátok parázni és stresszelni, hogyha ilyen van. Tehát szerintem ez így kinőtte magát. Visszatérve egyébként így a sulis év kezdésre, volt az utolsó fajta suli, amúgy a gimi francia, gimi Olaszországban, ott meg ugyanúgy betoltak engem, úgyhogy fél év francia tudás volt mögöttem, az is egy kéttanyelvű budapesti iskolából, tehát azért nem olyan magas szintű francia tudás. Betoltak egy ilyen anyanyelvű francia suliba, és biosz órán volt az első, ledobtak egy rohadt nagy stóc dokumentumot elém, hogy a többiek most ebből írnak dogát. Franciául. A többiek most ebből írnak dogát, olvasgasd el, ha van valami, nem értesz, akkor mondjad. Semmit nem értettem. Semmit nem értettem. Konkrétan semmit nem értettem, és ott is így, rossz. Ahogy van, belekerültem, és ott igazad van, hogy ott voltam 4 évig, és mindig az volt, hogy milyen jól megtanultál te végül franciául, te, aki később jöttél, és te az, aki nem vagy izé, tehát ott tényleg nem sikerült úgy beilleszkednem, de mégis haverokat azért sikerült onnan is úgy összeszednem, hogy ők nem úgy... Hát mint Wilson-t a filmben a labdát, tudod, a rajzoltarcokat. Ott van a falra felrajzolt. Hát felra, mint van az a film, nem tudom, amikor a labdára izét rajzol arcot, és Wilson a neve, és jaj, szereztél haverokat. Nagyon jó poém volt, menjünk tovább, nagyon szar volt. Jó, Barnium. Iskola kezdés. Én a magyart nagyon rövidre fognám, mert csak képkockák vannak meg nekem valamiért. Várjál, osztrák súlyba jártál, ugye? Igen. Azt majd te meg kajakoztál, nem? Menjetek a picsát, meg ötjel. Én már elmondtam. Én nekem a magyar suli kezdésnél igazából annyi maradt meg, hogy a diákok a napon voltak, a tanárok érdekes módon valahogy az árnyékban. Mert ők kint idősebbek, hát a fiatalabbak legyenek, hát most... Barni. És tisztelni. Én most a magyar banyon nem mennék bele, úgyis elmondtátok, kb. Ugyanaz volt nekem is. Viszont Ausztriába, amikor én most ugyanúgy... Nem, Österreichba. Österreichba. Ja. Most nehezen mennék ki. Micsoda? Most nehezen mennék ki. Hova? Évnyitóra. Most... Nem megy ma. Srácok, ma nem. Vagy nem kapcsoltam. Csöndben vagyok. Nekem, ugye én is úgy kerültem ki, mint Ábel, hogy egyedül magyarként 25 osztrák mellett az osztályba. Kettő ja. Szót tudtam németül, di salami, di banane. Ennyi. Guten Tag. Szalámi és banán. És miért a két kuki alakú dolgot tudtad? Ha benéztem, nem mindegy. Ültem a padba, jöttek oda a fiúk pacsizni, minden. Egy szót nem értettem, amit mondanak, de úgy tűnt, hogy rendesek. És viszont én nekem fél év volt, mire megtanultam
úgy németül, hogy nem mondom azt, hogy anyanyelvi szinten, mert azért az ilyen derdi, dász, déndém, stb. Azokat fú, nagyon de... sokáig nem tudtam, hogy fú, mikor mit kell használni. Én tanultam, és... És viszont perfekt. Szóval tényleg, hogyha valaki azon gondolkodik, hogyha ezt egy idősebb szülő hallgatja, hogy a gyerekét kiviszi Ausztriába, vagy Ausztriába, külföldre, suliba, biztos, hogy úgy rakja, kérje meg, hogy úgy rakják be a gyereket egy osztályba, hogy ne legyen magyar osztálytársa. Mert viszont van egy nagyon jó barátom, az egyik legjobb soproni barátom, ő ugyanúgy Ausztriába járt, és neki volt egy magyar osztálytársa, remélem hallgatod, és vele beszélt. És ő vele nagyon sokat beszélt vele, és sokkal kevésbé tanult meg németül, mikor utána a gimiben mi egy osztályba kerültünk. Szóval én ott éreztem, hogy ez tök jó volt, egyedül voltam magyar. Az iskola kezdés, meg az évnyitó, évzáró, az mi a különbség? Van különbség? Mi között? Magyar és osztrály. Van, annyi, annyi, hogy nálam, gondolom. Bárhova így mész be, hogy most vagyok. Ja, bocsánat, ezt én is akartam mondani, hogy se Olaszországban, se a francia súlyban nincs évnyitó. Nincs. Csak... Ja, nem, bemész első nap, első óra, van négy igen. órád, vagy valami, és megy a izé. Nincs évnyitó. Ezt hogy még eléggé kihagytad. Ezt kihagytam, de azért is meséltem azt, hogy így vártak első napon, meg így, mert nem volt olyan, hogy ünnepség, ja, és akkor semmi, izé. Semmi. Ez nálunk divat. Besétálsz, és megy a suli. És az óra rendet nem tudom, hogy kapod. Nem, az egy-két nap, mire azt megkapod, meg a könyveket is, szóval egy-két napig nem csátok szinte semmit. Lehet második nap. Nekem Amazonról kellett berendelnem a könyveket, én nem kaptam könyveket. És, és utána akkor simán megy, de az évzáró is ilyen, hogy pénteken, esküszöm, utolsó órában megkapod a bizonyítványt. Az azért nem jó, évzáró legyen. Nagyon lazas, nagyon, én nagyon szeretem, hogy ilyen volt. Utolsó órán már senki nem figyel, mindenki így koppan, és akkor tudod, mint a High School Musicalben, hogy what time is it, summer time, és akkor mindenki csörög az óra, azt megy ki a fangba. Nem, ezzel nem értek egyet. Az tök jó, amikor ott a végén hogy van egy óra osztályfőnök, ki még odaadja a bizonyítványokat. De nincs osztályfőnököm nekem. De az van. Az utolsó órában megkapod a bizonyítványt, de nem úgy, hogy vége az órának, és akik körbe dobálja, az a hanem bejön az osztályfőnök, kiosztja, és utána viszont mindenki hazamegy. Francia gimiben nincs osztályfőnök, hanem nincs, csak tanárok vannak. Ezt is eléggé kihagytad. Igen. Jó, hát nem mentem ennyire vele, mert iskola kezdésről beszélünk, de nincs oföld, tehát ott minden évben hozzákerülsz egy tanárhoz, aki azban az évben az oföld lesz. De minden évben más. Minden évben más, és az osztályok is minden évben más. Mindig ő menedzseli azt az évben. Várjál, az osztályok is minden évben más. Osztályok is ott picit átsorolódnak. Tehát nincs, mint az egyetemen, amikor máshova veszed fel Jézus, ez nem jó. De úgy, hogy például, hogyha specializációd lesz, mert később ott is volt, hogy olyan specializálódni kellett, akkor nagyobb esélye kerülsz. Bűrhajós. Végre meghallottatok valami. Ez jó volt. Nincs. Na igen. Tehát, hogy ott, hogyha specializálódsz, akkor nagyobb eséllyel kerülsz össze néhány emberrel, akik ugyanabban a specializációban vannak benne. És nem a ninja, vagy ez azért. Ez a ninja. De olyan kis csönd volt utána, pont jó. Úgyhogy, ez ja. Nagyon rossz. Ez nagyon rossz, mert kell tényleg a közösség. Rossz. Nagyon kell a közösség. Az nagyon rossz, hogy összeizélj. Viszont abból a szempontból jó, hogy mindenkit megismersz az évfolyamban. Pont a rádióban hallgattam tegnap reggel, hogy ezt Magyarországon is csinálták, hogy talán most nem akarok, tök mindegy, hogy egy napra vagy egy hétre, hogy az elején összekeverik kicsit az osztályokat, hogy... Nem. Hát, de gondolj el. De amúgy jó. Kell, mert például kell, nekem a... kell. És hogyha azt mondom, hogy új lányok vannak ott? Akkor ez már így más jó, fényt vett a dolgokra. Jó, csak érted, például a húgom nagyon jobban van az osztálytársaival, de senki mással az évfolyamban. Én sem voltam, nem is akartam. Viszont én egy csomó emberrel jobban voltam az évfolyamomból is, mert ugye mindig volt, hogy egy éven keresztül azzal az emberrel voltam osztálytárs. Nekem ez jó volt. Utána a szünetben meg bármikor tudtam találkozni a rendes haverjaimmal. Meg az a jó, hogyha az osztálytársad a jobban voltál, és ő mondjuk jobban volt egy másik osztály lévővel, akkor utána nem volt az, hogy ha ti hárman együtt vagytok, akkor ilyen kínos, hogy így óckodtok egymástól, hanem gengeltek a gangon, aztán ti vagytok a menedékek. Nekem ez nem jön át, nekem volt ez a 28-30 ember a osztálytársaim, nekem az tökéletes volt, a többi osztályra pacsisztunk, de annyira nem érdekeltek. Eleinte azt hittem, hogy az jobb, de utána meg rájöttem, hogy a 28-30 emberből 20 ember idegesít. Na. És tudni, hogy ja, ez így volt nálam és tudni, is. Hogy 4 évig vagy 5 évig még velük vagyok, és így, bazd meg. Szerintem inkább én idegesítettem az osztály nagy részét, mert hát tudjátok, na ez tök jó, van a, hogy néz ki egy osztály? Van az első két sor. Hol ültet? Kezdjük az a hol ültet. Leghátul. Közepén vagy leghátul. Leghátul, középen, és mindig laptop volt előttem, minden tanárnak beadtam, hogy én arra írok. Meséld el, azt, hogy egyszer felnyitottad a laptopot, és mi volt? Laptop osztály voltatok? Nem. Nálunk nem. Ja lehetett. Nem, dehogy is, rábeszéltem a tanárokat. A utolsó két évben, az Ati, Kenéz, Ati volt, vele együtt jártam, és mind a ketten rábeszéltük, hogy a tanárokat, hogy ú, tanárnő, hagyj írjunk már ebbe, mert hogy sokkal gyorsabb, jobban tudod a duma.
hátul vovoztunk az utolsó két évben minden órán, jó nem, mint a matekon nem, nyilván meg fizikán, de irodalom meg ilyeneken végig vovoztunk, és... Ezt a példát ne kövessék. Más, ne, ezt tényleg ne. Elkértük aznap délután még a lányoktól, mindig fénymásoltattuk. Amit azt, hogy matekon ne vovozzanak. Igen. Fénymásoltattuk mindig az anyagot. Minimum a PUBG. És igen, egyszer történt egy olyan, hogy hátulült, ugye sok fiú a hátsó sorban ült, és kinyitottam a laptopomat. Hát nem volt hang nagyon szerencsére, de hogy így előző nap este... Vagy ez az izé hang, lett ez az intro hang, ez a... Amikor, nem, amikor szex után elalszol, amikor szex után... Nem, amikor szex után elalszol... Az általános. Ez nem is értem. Középsúli hülyé. Mondjuk ott még nem szexeltem. De nem, amikor tudjátok, befáradsz, elforrulsz, alszol, na, ugyanez volt csak a laptopommal, akkor... És meg a bal kezed, lecsuktam, kicsit megcsimogattam tudod a laptopot, aztán reggel elfelejtettem. Ráköptél egyet a pillanat. Hívtenek egy taxit, adta aprót. Hülyék. Na és... Transfer! Bedobtad a laptopba az aprót. Oké, srácok, elég. CD tartói. Tehát itt beadagoltam. Elég. Főzött reggelit? Na, és a lényeg az, hogy utána elvittem a súlyt, reggel siettem, elfelejtettem, hogy úgy csuktam le, bedobtam bocs, a súlyt. Mondd. Mondjad. Jó van már. Szóval bementem, kinyitottam, és akkor pont, hogy vovozunk, minden, mindenki néz, hát ott ült az egész hátsó sor, kinyitottam, és akkor ment a... Még miatt rátérünk tapsoltak a nénik meg a bácsik. Még miatt rátérünk a ki hol ült, osztály, stb. Hogy igen. Nézett ki. Elmenjünk egy gyors szünetre. Így van. És utána jövünk vissza. Ezt a rovatot a Diákhitel támogatta. Sziasztok, Éles Máté. Úristen, félbeszakadtunk. Ú, jaj! Jó, mi történt? Jó. Bevágok egy képet Henryről, srácok. Igen? Nagyon kemény ez a haj, remélem, hogy tetszik ez a haj nektek ott. A képen? Igen, igen. Amikor voltunk a fotózáson, akkor mondtam, hogy mint amikor az iskolában így belőtte neked anyuci. Kicsit, de igen, nekem nem anyuci lőtte be, hát ezt megcsálták a fodrászok. Spével mindennel? Fodrászok megcsálták. Hát így, igen, így fogta és így lenyomta. És akkor így néztem a tükörbe, hogy ahogy nem én vagyok. Nagyon vagy. Miért akartál profi zongorista lenni? Egy kicsit azért relatív, nem is tudom, nem jó szó a relatív, de nem feltétlenül profi zongorista akartam, akarok, szeretnék lenni, hanem a zene is benne valami, amit így csinálni szeretnék. Nagyobb leszek? Nagyobb leszek. Ennél nagyobb leszek. Szóval, hogyha nem tudom, tehát, hogy ne, egy zene, egy az emberek szórakoztatás nekem mindig tetszett, mindig ezt szerettem csinálni, már csak a suliba is, amikor ott csak az osztályt szórakoztattam, és ebben a zene is beletartozik, amikor zenélsz embereknek. Persze, mert hát zene nélkül mit érek én? Úristen, ekkor vártad, ugye? Álltam, ott mi fogod? Már reggeli közben ezen agyat szerintem. Úgyhogy ugyanúgy fontos ez, mint a többi médiatablet. És srácok, nagyon fontos, hogy tudjátok, ha már ezt a rovatot a Diákhitel támogatja, kedves hallgatók és kedves nézők, hogy a Diákhitel Plus-t azt december 31-ig 500.000 forint értékben maximum 0% kamattal felvehetitek, és ezt szabadon felhasználhatjátok bármire. Például, hogyha valaki zongorát szeretne venni, ebből már egy nagyon komoly zongorát lehet venni. Vagy, hogyha ez nem is opció... Vagy akkor... a poroltot, ugye a második képeden, azt is meg lehet venni a poroltot. Vagy esetleg tanulhattok is belőle, hogyha gondolod. Ez a másik, igen, ez a másik, hogy a Diákhitel 2-vel viszont, hogyha a Diákhitel 2-t veszitek fel, akkor azt pedig a zongora tanulmányaitok elvégzésére tudjátok fordítani. Hogyha srácok, ne felejtsétek el, van egy nyereményjátékunk, és ott van a leírásban a link, csekkeltök le a Diákhitelnek az oldalát, tudtok nyerni telefont, tabletet, illetve hangszórókat, ki kell töltenetek egy tudástesztet, és kb. Ennyi az egész, ott van minden a leírásban. Köszönjük szépen, hogy támogatták nekünk ezt a rovatot. Vissza a podcasthez. Szóval arról beszéltünk, hogy hol ülnek a diákok, melyik diákok hol ülnek egy osztályteremben. Ugye van az első, én hogy osztanám fel? Vagy nálunk hogy volt? Volt mondjuk, legyen 6 sor, most nézzük, itt több volt, de legyen 6 sor. Az első, nem, több, 4. Bocs. 4. 8 sor legyen. 8, kb. 8. Jó, max 10. Nem, 10 nem volt. Lesz. Nem, 8 sor volt. 8 sor volt, és kb... Hát négyen ültek egy sorba, de most az úgy sok lesz. Nem jó jön ki. Jó, akkor mindegy. Kevesebb volt. Számolj négyszer hatot. Kevesebb sor volt, és többen, inkább 6, igen, inkább 6. 6 sor volt, első két sorban ülnek a, hát most ne hívjuk stréber, nem mindenki stréber, aki elől ül, de akik tényleg figyelnek, akik tényleg jegyzetelnek, és akitől a hátsó sorban ülők elkérik a jegyzeteket. Igen, viszont az első sorban mindig beültetik a legrosszabb gyereket. Így az van. Mindig vagy így jobb oldalt a szélén, vagy bal oldalt a szélén, ott a legrosszabb sokat gyerek. Sokat ültem ott, fú, de rossz volt. Biztos. Utána a következő két sorban ülnek a lányok, akik azért lazábbak,
meg egy-két fiú, aki mondjuk együtt van az egyik lányával, vagy bejön neki, és akkor a hátsó két sor az szerintem, ami a... Ez amúgy tényleg így van, basszus. Nagyon. De az általános iskolában bármikor, amikor beültem hátra, egyből előreültettek engem. Hogy hát te ott nem vagy ott, te gyerek. Mert akkor is ilyen szakállas voltál, azt mondták, hogy ez a rossz gyerek, ez nem lehet. Pietro, gyere már előre. Gyújtogatott a dátum valamit. Mi lenne az olasz neved? Nekem? Igen. Giovanni. Giovanni. Az jó, mondjam. Vagy Gianni. Gianni. Salvatore. Vagy... Peter. Nem tudom. Peter. Na, szóval szerintem így van, de hogy akkor olaszban hogy van? Na, olaszban ugyanígy van, ahogy ugyanúgy vannak elrendezve a padok, a rendes izé általánosúban, arra emlékszem. Ott is mindig mással ültettek egybe, hogy több emberrel ismerkedjek, több emberrel beszélgessek. Aztán itthon is ez volt az általánosban. Viszont én van, hogy néha önkéntemből előre ültem, mert nem tudom, olyan kedvem volt éppen, hogy nem akartam hátulülni. Franciaországban, vagy francia suliba viszont U-alakban vannak csomószor, dupla U-alakban a székek. Mert... Tehát úgy vannak az asztalok, hogy sok ilyen asztal van egymásba téve így. Tehát mint egy ilyen egyetemen. És középen áll a tanár. Egy... Nem hülyeség. Nekünk volt ilyen, de csak egy, nem duplába. Dupla az nagyon fura nekem. Duplába is van. Nekem úgy volt, hogy a fal mentén végig az asszak, és középen a tanár. De ez az, csak ugye annyian voltunk egy teremben, hogy dupla U-ba volt. Ti rendeztétek át az osztályi termet? Mi nagyon sokszor. Így volt, hogy a padokat erőtettem, hogy... Hát mit számít átrendezni? Nem, így... Széket eltört. Grafitizni. Nekünk volt, könygáz. Nekünk volt, hogy a padokat... Srácok! Ez lehet átrendezni egy de az kicsit. Milyen átrendezni? Na, neki volt olyan, hogy a fal, amit most mondasz, új alakban a fal mellé raktuk a padokat, úgyhogy nem szóltunk a tanároknak, és úgy ültünk, és akkor bejött a tanár, és ezt kiengedte meg, és mondtuk, hogy az osztályfőnök. De az osztályfőnök soha nem engedte meg. De mi rendezgettük. Már nincs kedve visszarendeztetni például. Nincs, viszont akkora fegyelmetlenség, vagy fegyelmetlen, jó mondtam? Fegyelmetlen. Fegyelmezetlenség. 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 De hülyén mondtam. Olyan nagy fegyelmezetlenség volt, hogy visszarendeztette, tehát, hogy nem. Az igen. Na mindegy, ott voltak ilyen U-alakban, meg voltak olyanokban is, hogy ilyen sorokban, tehát mi sorokban voltunk. Hosszú sorokban, nem az, hogy egy asztal, külön egy asztal, külön egy asztal, hanem hosszú sorokban, és ott is az volt, hogy ahova ugye a legnehezebb bemászni, tehát a sornak mondjuk ez a bal része rá van torva a bal falra, igen. Ott voltak a kicsit ilyen vagányabb srácok. Igen, tehát nem te. Én sokszor nem a fal mellett voltam, hanem egyel arrébb, vagy kettővel arrébb. Tehát te vagy az, aki balhézik, de miért? Nem viszi el a balhét. Így van. Miért? Én is az vagyok. Azért, mert a sorokban ott nagyon jól lehetett puskázni, mert oda nem lát be. Igen, jogos. Oda nem lát be. Jogos. Hogyha oldalról jön, még akkor is ugye annyi ember ülött melletted jobbra, hogy nem lát annyira be, és tetejében voltak ilyen, ugye, ilyen fakkok a izé asztal alatt, és ott is lehetett, oda is be lehetett tenni. Fú, minden. Most erre eszembe jut, hogy itt kultam a puskázások. Kaptak-e titeket puskázás közben? Nem mertem sosem nagyon. Engem nem kaptak el, engem még a doga előtt, nagyon hülye voltam, nem tudom, hogy miért csináltam. Volt egy puska. Van nálam egy puska! Tedd le, fiam! Bírom magamba tartani. Bocsánat. Volt egy puska a toltartómban, de tudtam az anyagot, szóval nem használtam, esküszöm, nem használtam volna nem a tanárod a puskát. Elhiszem. Viszont a tanár írtam a izét, és elkezdett körbe menni a toltartókat kinyitni. És az meg egyest adott? Nem, elvettem, mondta, hogy ennyi, aztán írtam tovább. De nem, tényleg nem használtam. Amúgy, amikor de paravó, én voltam, hogy ott bármikor, én, amikor megírtam egy puskát, megtanultam az anyagot, amikor írtam, és nem kellett tanulnom a puskát. Az is, de tehát a legjobb egyébként nekem az volt, hogy olyan volt az asztal, hogy volt egy sima része, és mi laptop osztály voltunk, és elől fel lehetett hajtani, és ott voltak a konnektorok, kábelek végig elvezetve. És ez ilyen gazdag suli. Osztrákia. Még néha egyetemen sincs. Osztrákia. Ezt a dolgot, hogyha visszahajtod, ott van egy rés. És viszont ebbe a résbe bele tudsz úgy írni, hogyha te ülsz, akkor te látod, de semmilyen másik szögben nem látni. Mennyire egyedül jó. Egyedül akkor láthatja, hogyha beáll mögé, de annyira eldugott helyen van, hogy készítek nem, el, nem észrevehető. Úgy is puskáztunk, akkor a mázlink volt, hogy a tanárok akkor még mindig ilyen papírpuskát kerestek, vagy az asztalra felírt puskát, vagy ilyeneket. Tehát a telefonon akkor még senki nem puskázott. És képzétek el, hogy csak a mi osztályunkban volt, akkor a mázink volt olyan bemenet, hogy wifi routert bele tudtam dugni. És volt internetünk, és akkor még ez a mobilnet nem volt divat, akkor még feltöltőkártyás telefon volt kb. Tehát akkor mobilneted nem volt, akkor a wifi kellett mindig, a wifi volt a nagyszám. Bedugtuk a wifit, és mindenki, volt egy év, amíg nem jöttek rá a tanárok, mindenki
úgy puskázott, hogy a, gondolom neked Ösztarájkban volt izé, wifi a suliba. Erről jobbat mondok. A német tanárunk közös volt a másik osztályjal, és a másik osztály egy nappal előtte írta a dolgozatot. Nagyon jó. És tudtuk, hogy biztos, hogy ugyanazt fogjuk kapni. Otthon, várjál, ez írásban, nem laptopom volt, írásban volt, otthon megírtam a dolgozatot, szépen odafigyel, kikerestem interneten, hogy Der vagy Di vagy Das a névvel, ő mindent átnéztem, szépen összeírtam. Olyan szép volt baszki az, amit összeírtam, hogy még figyeltem arra is. Másnap kiosztották a izét. És más? Nem. Kicseréltem, bevittem igen. a lapot, kicseréltem, azt adtam le, amit otthon összeírtam. Ne. És így tudod, így írtam egyébként közben egy új választ, szóval egy új fogalmazás, de azt végül nem adtam le, hanem így összegyűjtöm. Várjál, én is csináltam ilyet. Volt a egyetem, mi az nem, a középiskola végén tételekből kellett felelnünk, nem felelnünk, hanem így dolgozatot írni. És 14 tétel volt, emlékszem, tán töriből, és úgy volt, hogy az egyik nap a 7 tételből írtunk dolgozatot, a másik nap meg a másik maradék 7-ből. Megírtam mind a hetet, ugyanígy, az egészet megírtam tanárral, irodalomtanárral, bementem, a pólóm alatt ott volt a 7 darab bekészítve, én is így írogattam, firkáltam, és utána nagyon nehéz volt kikeresni azt, hogy melyik a... Mert jó, megjegyeztem nagyjából a sorrendet, de nyilván elfelejted, ott izgulsz. Tisztára izgultam, és pont a végén, amikor szedte be, mert nem tudtam úgy mászkált, hogy nem tudtam egyszerűen kicserélni, és a legvégén, ahogy valaki valamit beszólt, ott megfordult, hogy mit mondták, kisfiam. És akkor gyors. Nekem úgy volt, hogy a táskám volt a földön, nyitva, mellett, a lábam mellett, és csak ki kellett húznom a otthon megírt dolgozatot, és azt berakni a mappába. De srácok, most már okosabbak ennél. Ott azért tudják. Ott leizzadsz. Az két másodperc, de ott izzadsz. Egyetemen van ilyen, hogy ugye körbe megy a kérdés, meg a dolgozat, meg minden. Mit csinálnak? Nem ám kinyomtatod otthon, meg izé. Le kell pecsételt lapot adnak oda, ilyen egyetemes pecsétes lapot, és csak arra írhatsz. És hogyha nincs pecsét a lapon, egyes. Oké, de puskázni szerintem mindig meg... Ne puskázzatok, szóval puskázni, Isten ments, hogy erre biztos. De azért írjátok amikor... le, hogy szoktatok. Az egyébként jöhet. Nekem a szüleim mesélték régen, hogy úgy puskáztak, hogy ilyen almába beletették, visszatették a harapott részt az almába, és leharapták, ott volt benne a izé, azt lenyelték azt a kis papírdarabot. A műanyagüvegnek a fóliájába szoktak. Meg fú, már nem tudom mi. Most meg már telefon, az olyan lustaság a telefon. A legjobb egyébként szerintem egy kis cetli, mit tudom én, egy tenyérnyi, és arra nagyon kicsibe rányomtatva a puska, és azt a lábad közé berakod. Mert nem jól, nem nyúlhat a lábadhoz. Igen, az nagyon ritka, hogy megkérj, hogy állj fel, vagy valami, nem érhet hozzád a tanár. De, most van a falhoz, tedd oda. Van egy ismerősöm. Hogy is tárki, tárulj meg előttem. Van egy ismerősöm, nem én vagyok, aki nem tanult töri érettségére, és az egész történelem eszét Google, az Wikipédiáról írta ki a telefonján, mert a másik telefonját adta le, és ez egy ismerősöm. Mondok még jobbat. Lehet ismerem? Nem, lehet. Mondok még jobbat, nekem is van egy ismerősöm. Elvitte egy USB-n az összeírt dokumentumot. Az érettségit. Az érettségit vitte el USB-n. Számítógépen írtuk azt is. Egy ismerősöm? Pif, áthúzta és leadta. És mindezt úgy, hogy ő tudta, hogy figyelik a gépeket. Szóval volt egy program telepítve. Azt igen, az nálunk is volt. Ahova, hogyha bedugsz egy USB-t, az kiírja. Nem tudom, hogy ment át. Olyan német érettségét csinált, hogy de ez undorító. Dehogy ehhez kell a tök. Jó, csak én ott szenvedtem. Az élethez ez kell. 14 tantárgyból írtam az érettségit. Hát azt nézzük, milyen szakád is lett. És a te érettségét hányas lett? És az én osztálytársam mi? És az én 16-os 20-ból. Na, az övé meg 20-ból 20-as. Mi az, hogy 16-os 20-ból? Franciaországban 20-asig van osztályzat. Tehát akkor ez egy erős 3-as, gyenge 4-es. Ez egy gyenge 4-es. Itthon Magyarországon hány százaléktól kapod meg a 2-est? Nem volt. Egyetemen 61, néhány helyen 51. 50. De általánosban is, gimibe is? Nekünk nem százalék alapján volt, hanem minden tanár máshogy adta, de kb. 50. Ilyen szimpátia alapján adta. Dehogy is, olyan nincsen. Ne. Ki ez a csaj? Kettner Erik, egy 2-es. De jó, ez a jó fési, gyerek, 5-es. Ja. Úgyhogy, ja. Volt rossz. Ki volt az a tanár, nem kell nevet, nem mondjatok nevet, de akitől féltetek, és miért féltetek? És szemét is volt. És volt szemét, egy ilyen, szóval, általános iskolában volt a fizika tanárom. Képzeljétek el, általános iskolában nálunk ilyen dolgozatfüzetek voltak a témazárókra, mert előre meg volt egy füzet, abból kellett írni mindenkinek. Hát azt nem lehetett hivatalosan megszerezni,
egy ismerősöm megszerezte, és úgy volt, hogy fizikából jártam fizikatanárhoz, kitöltöttük AB csoportot a fizikatanárral, tehát hogy egy igazi fizikatanárral, hibátlanra, az egészet bemagoltam, de úgy, hogy anyám fölkeltett éjjel kettőkor is tudtam, hogy a hatodik feladat B pontjában mit kell írni, tehát az elseket olvasom a feladatot, hármas. Tényleg. Igen. Akkor az viszont tényleg nagyon szimpátia alapján. Igen, de nem csak ez volt a szemét, hanem volt egy ott, mindenkinek van egy olyan osztálytársa, aki mindenből megbukik. Nem tudom, nektek volt, de... Volt, van, nekem volt minden... egy osztálytársam, 6 tantályba bukott. Azt mondom, mindenben, mindenkinek van egy ilyen, nekünk is... Tesó. Neked egy ismerősöd. Egy ismerősöd volt, nem? Várjátok, és azt csinálta, annyira butuska volt egy ilyen a szívét, hogy úgy puskázott fizika ugyanezen a témazáron, hogy hallotta, tehát hogy hangosan itt a térdén lapozott, mert butácska volt. És ránéztem a fizikatanárra, ő rám nézett, csak bolintott egyet, hagyta, beszedte a dolgozatokat, kijavította, és mondta, hogy mindegy, mi a neve, Jóska. Láttam, hogy puskázol, de úgy voltam vele, hogy annyi egyesed van, hogy már mindegy, ha ezt ötösre kipuskázod, ötöst adok, de annyira hülye vagy, hogy még a puskázásra is egyest írtál, és tényleg egyest írt, azt adott beírtanak ez egyest. Volt egy alkoholista matek tanárom. Reggel 8-kor, amikor mentem, 8-kor, amikor sétáltál be. Ez Osztrákba? Osztrákba? 8-kor, amikor sétáltál be a gimibe, mellettünk volt egy kocsma, annyit látta, hogy ott kinn állt, és hát ment a kis titit, 8-kor reggel. Ki? Mert nagy... nagyon okos volt. Attól függetlenül, hogy alkoholista, hát nagyon okos volt. Hozzá. De úgy jött be reggel, hogyha reggel volt vele órán, annyit látsz, hogy egy ilyen széttépdelt fej, így tudod, így azt se tudja, hogy hol van. Ez nagyon bejön az osztályba, bevág, nagyon mérges tanár volt, bevágta magam előtt az ajtót, leült, abos egy óráig. Jössz kifelelni. Volt, hogy nem tudtam az anyagot, és annyira mérges volt, közben úgy volt, hogy leadtad a... Szemét volt, úgy csinálta, hogy leadtad a házi füzetedet, de utána közben kihívott a táblához felelni, hogy csináld meg ezt a feladatot. Igen, ez... De nem, ez valahol nagy... szemét, valahol okos. Valahol, igen, ez nagyon okos volt, és volt, hogy nem tudtam, úgy, ahogy van, ordítozott velem, megfogta a füzetemet, és így keresztül hajította az egész osztályon. Nagyon-nagyon ordított. Ez gáz. Az durva. De a többiek ez meg röhögtek. Én is röhögtem. Én szakadtam. Nem, ez alkoholtól tűnt. Viszont volt lány, az meg elsírta magát. Mert őt találtál a füzet. Én ezt esküvicéket találtam. De amúgy az nekem volt. Ilyen tanár ez nem gáz. Volt. Szexi tanárnő volt-e nektek? A hittantanár volt. Esküszöve. Én nem mondom inkább, hogy milyen tantár. Ilyen a filmekben van. Hittantanárnő volt, vékony, magas, és mindig miniszoknyába úgy jött, hogy mindig úgy ült, hogy kicsit szétrakta a kis lábát, hogy felült a tanári asztalra. Mindent. Tehát, hogy mindent láttunk. És amikor bejött az igazgató, hogy valami tanár, akkor így összehúzta magát, de hogy pont a hittan tanár, egyem a szívét. Nekem a könyvelés oktató tanárom volt ilyen, viszont ez azt hittük az első nap, amikor bejött, hogy fú, ez egy egész rendben van, a kis tanárnéni, felemelte a karját, srácok, dzsumbúj. Miért? Mi a baj azzal? Hát azért egy lánynál nem hiszem, hogy nőnél. Előnyös. Nőnél, asszonynál. Fúj. Nagyon. Olyan volt, mint ábrázakára. De tudod, így hirtelen szerintem, hogy az ő szemszögéből... Ilyen volt ez. Az ő szemszögéből így annyit látod, hogy így az osztályban tudod, így mindenki így megszeppen. Ezt el kell, hogy mondjam, erről jut eszembe. Még jártunk a kajakosokkal, amikor kajakoztam, úszni télen. És te kajakoztál régen? Volt olyan, hogy volt ilyen 3-4 nem tudom hány méteres nagyon mély medence, és azt csináltuk, hogyha jó csaj úszott, lementünk az aljára, háton úsztunk a csajok alatt. Mm. És egyszer beúsztam egy anyuka alá, és ilyen egyberészes fürdőruha volt rajta, és oldalt, így úszkált a szőr. Olyan undorító volt, hogy azt hittem, hogy itt sugárba hányok, mint az jó, de idősebbeknél. Nem jó. Idősebb volt, egy 30-as anyuka. Jó. Lehet, hogy anyuka se, 30-as. Kint így kikacsintott, mint... Jó, a naturista, vagy hogy mondjam? Olyan volt, mint a Karib-tenger kalózaiba. Naturista, hippi! Várjátok, a Karib-tenger kalózaiba van az, akinek a ilyen csápjai vannak a pofáján. Na, körbe úgy nézett ki ott a Nunuska mellett. Nunuska mellett. Milyen Jones? Nem Jack Jones. Johnny Jones. Jones. David Jones. David Jones, igen. David? Nálatok akkor... Csak azért kérdezem, mert... Hogy jutottunk például... a unci szörhöz? A francia sribanálunk nem volt felelés, és ezért nagyon jó volt. Mert ugye én hát téged nem hívtak ki. Nem, hát mert senkit nem hívtak ki. Olyan volt, hogy egy kérdést megkérdeztek. Akkor tőle, sokat fizetnek az de ha épp... Amúgy csak az nagyon drága volt az a suli. Jó, hogy fizetős? Fizetős suli volt. Tényleg. Hát ja, bár berakták, hogy a grófiskolába. Francia államnak a kihelyezett sulija volt. Ó, te vagy az. Bocsánat, Ábel úr. Igen.
És... Volt inasod? Pardon. Jean? Jean? Jean kérnék egy ceruza hegyezőt. Egy Mike Cream-et. De nincs itt Mike Cream, uram. Akkor elmész venni. Akkor téli szalami, de Olaszországban menjél téli szalami. Nem volt izé. nem volt felelés, és ez tök jó volt, mert írásban azért én mindig jobban teljesítettem, szerintem, mint ja, felelve. Szerintem legtöbb 90%-ban mindenki. Persze, hát izgult, osztályjelé kikállni, ezért mindenki izgult. Nem, az más, hogy azért szóba kell. Ezért se kellett tartanod? Előadás? Semmi. De azokat igen. De utáltam. Amikor, amúgy miért izgulná? Hát az osztálytársad elejátsz ki, de azért mindenkiben ott remege, ott van egy kicsit, hogy izgul. Az a para, hogy azt most nem magamat akarom fényezni ezzel, de ugye hogyha magyarul megtanulsz egy előadást, és mondjuk elakadsz benne, akkor el tudod magyarázni, hogy miről szól. Nekem, amikor még nem tudtam rendesen németül, nehéz. A szöveget komplett szóról-szóra, mint egy verset meg kellett tanulnom, és azt kellett elmondanom. És ott elakadsz, akkor és ott elakadok, vége. Akkor ott baj és van, nem volt mert olyan, hogy nem tudom elmagyarázni. Akkor ez most hogy van? Tehát hát szerintem ott azért... Az improvizálni tudni kellene. Az általánosban ott ja, általános, szerintem engedtek nekem. Gimiben nem, gimiben, hogyha elakadtam, elmagyaráztam, hogy mi van. Ja, persze. De általánosban szerintem azért a tanár is tudta, hogy na most köcsög legyenek, vagy nem. Nem örüljön, nem, hogy beszél. Igen, nem nagyon kérdeztek ott bele. Srácok, itt az ideje. Minek? Hogy megnézzük elmegyünk még egy szünetre. Nem, hogy megnézzük azokat az üzeneteket, amiket a többi srác küldött. Nem, amiket ti küldtetek a Trio Podcast-en. Kezdhetem? Várj, még egy dolgot hadd mondjak. Hallottam most nemrég a hírekben, hogy nem, Redditen olvastam, hogy az egyik évnyitón nem volt ez a csoportos kiöltözünk, igen? Egy csarnokban vagyunk 500-an, hanem tök jó megoldás volt, az igazgató rádió, a suli rádión keresztül vezette, mondta hogy sziasztok, Mizu, az arra senki nem fújó. Ja persze, de hogy nem ment ez az izé, összefertőzünk mindenkit, cucc. A mi új osztályfőnökünk ma mondott fel, mert ezt nem bírja agyilag. Ezt gyűjtöttük ki? Ez az egyik. Jó, ez jó indít. Tehát, hogy ez volt olyan az, tanáratok, aki felmondott miközben? Nem, inkább nem, nekem volt olyan, aki azért gyűjtöttem ki, hogy volt olyan, akin láttad, hogy semmi kedve nincs ott lenni az évnyitón, neki se. De tanár? Igen, persze. Tanár. És hogy így, na hát itt pont erről van szó. Nálam de nem hogy nem? Új osztályfőnök is fel is mondott, itt ez igen. A lényeg. Igen. Olyan, még nem volt. Nem. Nekem volt, aki nyugdíjba ment, felmondás nem volt, nyugdíjba vagy sulit váltott. Barna. De mi nagyon rossz osztály, én mindig rossz osztályba kerültem. Sokszor volt, hogy nekem például volt több tanár, aki elsírta magát. Annyira rosszak voltunk. Nem bírt velünk. Ez Ausztria? Kikészítettük. Aha. Ez Deutschland! Ez nem Deutschland volt. Tudom, csak ucet. Na, Gréta azt küldte, hogy mikor mentem az iskolába, a tanár leszitte az osztályt, mert korán értünk be a suliba. Jó. Ilyen. Ezt a barátnőt küldte? Nem. Mindig késtem. Azt hittem megkérted, hogy írjam valamit. Ha első nap bementem a suliba, és egyik tanárom, ó, te még mindig itt vagy. Ábe, miket gyűjtöttél? Nincsenek jó. Miért ilyeneket az a durva, hogy gyerekek, most ennek a vicces sztori. Múltkor megdicsértelek titeket. Ügyesve. Megöleltem az egyik osztálytársam, és felküldtek. Gondolom itt a Covid miatt. Kotonnal csapkodtuk. Na végre. Kotonnal csapkodtuk egymást a koleszban, mikor bejött egy nevelő, és valaki hozzávágta a kot. Ont. Nekem? Elmesélek egy sztorit, beszartok. Az állomáson. Egyszer húzott. Az állomáson. De miért vagy te? Szokatlan volt mi? Az egy is. Nem. Az állomáson lehetett mindig kapni, hát 14 éves kis pubertás kis barna, lehetett kapni automatából óvszert. Kivitte be az iskolába, hát nem a magyar beállított. Nem a sárga. Mutogatta. Ungár is se. Mutogatta az osztálytársának, fú, de menő, ott van nála az a cuccos. Elkezdtük felfújni minden szünetben repülőt. Olyan nyálkás az a szádok. Nem én fújtam hozzá, teszem, én sem fújtam volna fel. Szünet, vagy ha ismerősem tudod. Szünetben repült az óvszer össze-vissza az osztályba. Meg az nyáladzik. Bejön bejön a biológia tanár, az összes fiú ordított, lebaszott mindenkit, hogy hogy kerül ez ide, ki hozta ide, tudod, én meg sunyiba ülök az éppen. Not me, hungarische, no hungarische. Nem beszélek osztrák, magyarul beszélek. Én voltam. Tartottak nekünk, csak a fiúknak, a lányokat kiküldték, egy külön órát arról, hogy miért ne vigyünk óvszert az iskolába. És miért? Itt van még egy muscica. Nem emlékszem már rá, nem. Hát azért jó, hogyha nálad van. 14 évesen nagyon kellene, menjünk tovább. Az a baj, egyébként rájöttem, miért mindenki ilyen rövid sztorikat ír. Mert nem lehet hosszabb. Így van. És ezt valahogy meg kéne hát oldani. Hát ne ilyen csetbuborékba kéne, hanem hagyj írják üzenetbe, azt megnézzük. Na menjen a következő, mert már nagyon a végén vagyunk. Leöntöttem az ünneplőmet kávéval, kb. Egy perc az ünnepség előtt, ahol nekem kellett szavalni. Bejött a tanár, kb. 10 perccel 8 után, és megszólal, kik ezek a kis köcsögök.
Ezek a kis köcsökök. Ez jó, ez... Hát nem jó, de nem normális. De ezek nem izgalmas. Most ne értsétek félre, de... Jövő héten minden nap 0 órával kezdő gig... 9... Jó, szép. Köszönjük szépen a kommentet! Nagyon jó volt ez a... Ennyi? Ne, srácok, tényleg nem sikerült jobbakat összegyűjteni, mert annyira... Nem az első hetet kellett volna, ami kicsit utána nézni. Nem, utána átpörgettem az összeset, csak annyira össze voltak tolva, mert ugye tényleg mindenki külön írta a sztorit, a hosszú sztorit elküldte 8 kommentbe, és az azért az úgy nem... Ti, hogyha majd lesz gyereketek, szerintem inkább ez nálunk érdekes. Na, miért? Nem, most nem azt mondom, hanem hogy... Megfordul a fejetekbe az, hogy a külföldön járatjátok suliba? Nem. Lehet. De lehet a nyelv miatt. Nekem eleinte nem. Anyum is gondolkozik a húgomon, hogy azt tud tényleg perfektű. Én is jártam amerikai emberrel beszélgetni, meg csak mindig angoltanárhoz jártam, soha nem jártam magyar angoltanárhoz, csak, tehát hogyha nyelvtant is kell tanulni, is amerikaiakhoz jártam, vagy britekhez, és nagyon sokat számított, de mégis, amit mondtál, hogy egy olyan közegben vagy, csak úgy lehet, 100 000 millió 100 000-ra csak úgy lehet. Én ezt ott láttam nagyon, amikor az egyetemre kikerültem Bécsbe. Én ugye már előtte 10 évig voltam kint Ausztriában suliba, és ott viszont már voltak olyan magyar osztálytársaim, szaktársaim, akik Budapestről, ugye itt elvégezték a sulit, volt egy emelt érettségük németből, viszont oda kerültek Bécsbe, és nem értette, hogy mi van leírva a könyvben. Igen. Szóval nagyon más. Mert oké, hogy tudsz kérni egy kiló kenyeret, meg azért nagyjából azért talán megoldod egy emelt fokú érettségével, de hogyha mondjuk odaállít melléd egy német vagy angol, akármilyen nyelvezetű ember, nem fogsz vele tudni elbeszélgetni. Folyékonyan úgy, hogy mindent megértsél. Most nem tudom, arra gondoltam, hogy az osztrák rendőr odajön, mondja neked azt. Hát de nem fog érteni. Németül, hogy forgalmi, meg és akkor mi a faszt akar ez van? Előtte csinál, mit csinálj? Magyarul beszéljél már, bazd! No. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok! Spotify-on kövessetek be minket, illetve Atrio Podcast-en is kövessetek be minket. Srácok, ez szerintem egy jó adás volt. Ez jó, meg erről még bőven lehet. És erre az adásra nem készültünk, csak mondjuk, hogy mindig fel vannak írva, azért pontokban 10 pont fel van írva, csak egy szavas vagy egy mondatos pont, hogy miről beszéljünk. Semmi nem volt felírva, és még amúgy szerintem, még amúgy egy negyed órát ki tudnánk húzni vele. Annyi sztori van. Igen, de lehet, hogy majd egyszer. Vagy elhívunk egy iskolást. Okay. Szegény. Csóró. Nem egy harmadikost, hanem egy 11-est. A húgomat elhívhatjuk, de akkor valamelyik őtök olyat mond, megölöm. Miért mondanánk olyat? Mert ti vagytok. De nem rám én mondanánk. Nem, csak úgy, nem rá te okos, hanem úgy a levegőben, hát itt hal mindent. Hát az viszont 50 percen keresztül nem egy könnyű dolog. Nem kell ide 11 éves tűnni, de hogy 11-es vagy 12-es simán ide lehetne érettségi előtt állod, hogy szerintem simán egyszer egy tök. Írd meg most az érettségit itt. Meg tudnátok írni? Nem. Meg tudnám írni, csak megbukni. Én akarok csinálni egy videót, valahol kressz vizsgát csinálom újra. Még egy, de már elköszönt háromszor amúgy, de az jó ötlet amúgy. Még egy utolsó, hogy sikerült az érettségitek? Jegyek. Én mondtam, 20-ból 16. Jegyeket nem tudok mondani, miből? De nekem mindenbe, nem sikerült. Összességében. Jó, hogy ott úgy van? Hát úgy van, hogy 14 tárgyból érettségizel. 14-ből? Igen, filozófia, meg ilyenek. Filozófia, tessé, meg ilyenek. 5 is sok volt. Nekem is valami 4 volt, vagy mennyi, meg utána 4 szóbeli. Nekem volt földrajz, sztori, filozófia. Én megúsztam az én matek érettségit. Nem kellett matekból érettségiznem, mert volt egy olyan lehetőség, hogy franciából érettségizhetsz írásba, és cserébe elengedik a matekot. Az nagyon nagy hülyeség. Hát ez legnagyobb. Nekem egyetlen 4-esem lett angolból. És előrehozottan érettségiztem angolból, és egy nappal az előrehozott érettségi előtt lett meg a felsőfokúm. Ezt most komolyan mondom, hogy jobban beszéltem angolul, mint a tanár, és 4-est adott. Ennyire szeretett. És most jön egy zene. Ne, várjál. Egy igazi mai sláger. Kis Grofottól. Shalom, hello! Köszönjük a figyelmet. Mulatási! Ez a mic drop.